Si yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona. A 15 éves Huszár Dominik és a másfél évvel fiatalabb öccse Ádám a számtalan elismerést, oklevelet és díjat mutatják, amit a nagyjából 10 éves labdarúgó pályafutásuk alatt gyűjtöttek. Édesapjuk hamar felismerte a bennük rejlő tehetséget, és a család minden támogatást megadott a foci szeretetük kiteljesedéséhez. A fiúk palicsiak lévén az FK Palicsban kezdték a pályafutásukat, és hamarosan az is kiderült, melyik poszton nyújtják a legjobbat. Az elején, amikor elkezdtem focizni, akkor csak úgy játszottam, hogy előrúgtam a labdát és futottam utána leginkább, és akkor innen jött az, hogy támadó, mivel kiskoromban is már gyors voltam, és utána ebből pontosan nem tudom hogyan, de középpályás lett. Én pedig legelső támadó, azaz spic lettem, azért mert a szabadrugásokat nagyon, azok voltak az erősségén, szóval szinte mindig gól lett, meg a védőket is simán lefutottam, és elrúgtam a kapus mellett is gól lett. Ádám a bátyja révén rendre az idősebbek között bizonyított, de nem okoz számára gondot a termetesebb védőkkel szembeszállni. Elég is uták, csak fizikailag erősebbek, de amúgy technikailag, ha jobb vagyok náluk, akkor simán el lehet mellettük vinni a labdát. A Palics után a Spartacus következett. Szabadkán a legjobbak között kiváló szakemberek kezei alatt fejlődhettek a fiúk. Relatív korán volt, mivel a Palicsban a tornákon nyújtott remek teljesítményünkért, az ilyen külön díjakat is kaptunk többször is, és ezért gyorsan felfedezett minket a Spartak, és relatív korán, pontosan nem tudom, de korán átjöttünk a Spartakba. Mekkora változás volt, amikor átjöttetek a Spartakba egy igazi profi klubba játszani? Hát nem volt annyira erős a csapat, hanem inkább néhány egyén volt erősebb, és az ő egyéni teljesítményükkel segítettük a csapatot, azaz így lett erősebb, és a végén így lettünk bajnokok többször is sorozatban. De amúgy sokkal erősebb volt, mint a Palics. Dominik már többször kapott meghívót a korosztályos szerbiai válogatottba is. Ott mindenki rendkívül technikás és fizikai erős gyerek, én a alacsonyabbak közé tartoztam ott is, és ott igazán össze kellett szednem mindenért, hogy bent tudjak maradni. Igazából nem is mindig válogatott volt ez, hanem Pazován voltak ilyen összehívások, és az edzők felállítottak különböző szempontokat, amiknek mindenki meg kellett felelni, és aki ezeket teljesítette és megfelelt szempontoknak, őket visszahívogatták, és így alakult ki az U15-ös keret végül februárban. Az idén újabb váltás következett, a fiúk fél éve ideiglenesen Hódmezővásárhelyre kerültek, hogy megnyíljanak előttük a magyarországi lehetőségek. Komfortzónákban kiléptünk, egy kemény dologba belevágtuk a fejszínket, Magyarország felé vettük az utunkat, a magyar kormány nagyon segíti a futballt, látunk benne fantáziát, nagyon szépen haladnak a fiatalok, a magyar fiatalok a futballban, szeretném, hogyha az én fiam is nagyjából az ő nyomdokai, hasonlókorú fiatalok nyomdokaiba lépne. Mindent megteszünk ennek érdekében, és továbbra is biztosítjuk a lehetőséget nekik. Dominik évfolyam elsőként most fejezte az általános iskolát, most újabb váltás előtt áll, de még nem döntött, hol folytatja. A tehetsége lehetővé teszi, hogy szabadon válasszon a magyarországi futballakadémiák közül. Hogyha van rá lehetőségem, én ott szeretnék járni iskolába is, gimnáziumba, és akkor ez így adott egyből a sporttal együtt, mert vannak különböző akadémiák, és ők biztosítják számomra a tanulást is. Körbenéztetek meg, melyiket választanád szíved szerint? Hát nekem szívem szerint nagyon tetszik a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia és a Ferencváros. Meg előtte nagyon tetszett a Győr is, csak most sajnos érte őket ez a probléma, és így most ők kiestek. Magyarországon nagyobbak és jobbak a lehetőségek azért, mert ott most többet fektetnek a futballba, többet figyelnek oda, és ez nyugatabb felé van, szóval onnan könnyebben ki lehet jutni külföldi csapatokra, és hát a nyelv is, az is egy szempont, hogy magyar nyelv, szóval ott könnyebb tanulni is szerintem. A gyerekeink azt hiszem elsajátították a szerbektől
azt, ami az erényük, tehát a kemény focit, a sok ütközéssel járó focit, nem jednek meg az árnyékoktól, viszont a technikai részét is elsajátították, és magyar foci inkább a technikára épül, mint a keménykedésre. Ők ezt a kettőt tudták ötvözni, és én azt hiszem, hogy nagyon jól mutatkoztak be külföldön is jelenleg. Még a Palicsba kaptunk megfelelő alapot, és ennek hatására tudtunk a Spartakban is kiemelkedő teljesítményt nyújtani, és itt átvettük ezt a mentalitást, hogy keménykedünk és oda tesszük magunkat, még ott Magyarországon kicsit puhányabbak a gyerekek, és nem túl jó a kondíciójuk, meg ilyesmi, és ez sokkal nagyobb előny, hogy 90%-a a labdáknak a miénk a párharcokban. Példaképek szempontjából is határozottak a fiúk, és ha így folytatják, fel is érnek majd hozzájuk. Nekem Cristiano Ronaldo, de csak az benne, hogy a rugótechnikája és a gyorsasága, meg a helyzetmegoldó képessége, de az, hogy kicsit plegma, meg nem védekezik, az nem tetszik, csak mondom, egyes részei a rugótechnika, meg ezek. Azt szeretném ellesni. Neked akkor az is fontos, hogy mi a személyiség egy futballista? Hát persze. Szerintem igen. Nekem Hazard a Chelsea-ből, mivel nagyon technikás játékos szerintem, és nagyon jól tudja megtartani a labdát, és bármilyen szituációt meg tud oldani, és ezért ebből a szempontból Neymar is, viszont benne nem tetszik, hogy nagyon sokat színészkedik, és dobálja magát. La vida es una tómbola, y arriba y arriba.